Egy órán belül elfogták a hajdúszoboszlói rendőrök azt a rablót, aki rátámadt egy lengyel férfira. A sértettől pénzt, mobiltelefont és cigarettát tulajdonított el. A 18 éves elkövető előzetes letartóztatásba került. Augusztus 16-án hajnalban a Hőforrás utcán, a Gázláng utca irányába sétált egy lengyel férfi, amikor hátulról egy boros üveggel ismeretlen tettes leütötte. Az áldozat az ütés következtében a földre esett. A földre esését követően a sértettől elvették a mobiltelefonját, illetve elvették a nála lévő készpénzét, majd a tettes a Hőforrás utcán a Non-Stop üzlet irányába elmenekült. A sértett ezt követően eszméletét ugye nem vesztette el, az ideiglenes szálláshelyére sietett, majd onnan pedig az orvosi ügyeletre, ahol értesítették a rendőrkapitányságot. A bejelentést követően a rendőrök azonnal a helyszínre mentek, megkezdték az adatgyűjtést. A rendőrkapitányság nagy erőkkel vonult ki a helyszínre, megkezdte az adatgyűjtést, és a sértett által adott személyleírás alapján a különös ismertetői jegyeket figyelembe véve egy órán belül elfogta a rablás elkövetőjét, akit jelenleg előzetes letartóztatásba helyeztek. A 18 éves támadót elfogását követően előállították a hajdúszoboszlói rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbe vették. A férfi nem ismeretlen az egyenruhások számára. Az elkövető többször volt már kapcsolatban a hatósággal, nem első bűnelkövetőről van szó, hanem visszaesőről beszélhetünk. Több erőszakos cselekmény írható már az ő számlájára. A hajdúszoboszlói rendőrkapitányság rablásbüntet megalapozott gyanúja miatt folytatja a nyomozást az elkövető ellen. A rablás alapesetében 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.